vannak a kedves vendégek is, akik nélkül nem lenne teljes az ünnepség. Közgyűlésünkön most a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, Budapest 5. kerületének polgármestere Rogán Antal köszönti a 15 éves MKP-t. Tisztelt Berényi József elnök úr, tisztelt Csáki Pál miniszterelnök helyettes úr, kedves Ilonka néni, tisztelt államtitkár úr, tisztelt nagykövet úr, tisztelt képviselő urak, mélyen tisztelt küldöttek, hölgyeim és uraim. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Magyar Közösség Pártjának ünnepi kongresszusát. A Fidesz üdvözletét és jó kívánságait szeretném átadni önöknek, mint a Kárpát-medence, azt hiszem nyugodtan mondhatom, egyik legbátrabb magyar politikai érdekvédelmi szervezete képviselőinek. Azért merem ezt mondani, mert önök akkor is magyarok maradtak, amikor ezért nem osztottak pozíciót. És azért merem ezt mondani, mert önök akkor is vállalják a magyarságukat, amikor nem jár jutalom érte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, miközben mi itt vagyunk, talán észre sem vesszük, hogy ezekben a napokban, de legalábbis a jövő hét végén, szeptember 22-én Európában történelmet írnak. A következő hétvégén tartandó németországi választásokon ugyanis először vehetnek részt teljes jogú szavazattal a Lengyelországban élő 400 ezernyi német polgár, az a 400 ezernyi német ember, aki bár soha nem élt Németországban, először alakíthatja Németország politikai viszonyait, dönthet Németország sorsáról. Lehetővé tette ez számukra a német nemzet azzal, hogy mindazoknak, akiknek felmenői németek voltak, biztosította az állampolgárságot. Lehetővé tette ez számukra a Német Alkotmánybíróság azzal, hogy a tavalyi esztendőben egyértelműen garantálta, hogy nem kell németországi lakcím, németországi tartózkodás ahhoz, hogy német polgár szavazati jogát Németországban gyakorolhassa. És lehetővé tette számukra a lengyel nemzet, amely nem emel kifogást azért, hogy az ott élő németek egyébként németként élhessenek, és szavazati jogukat akár Németországban is gyakorolhassák. A német nemzet és a lengyel nemzet sok évtizedes, sőt évszázados viszályait tette félre ezzel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Európában így járnak el az erős nemzetek. Azt gondolom, hogy éppen ezért erről a helyről talán bátran biztathatom szlovák barátainkat, hogy legyenek bátrak. Ne féljenek! Ne féljenek se a németektől, se a magyaroktól, ne féljenek senkitől. Fogadják el a magyarok kinyújtott jobbját, attól Szlovákia és a szlovák nemzet nem gyengébb, hanem erősebb lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy erős nemzet az arról ismerszik meg, hogy kiáll, mindig kiáll a sajátjaiért. És hát egy nemzet természetesen attól erős, ha nem ellenségként, hanem mindig partnerként tekint a saját, pláne őshonos kisebbségeire. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én tudom, tisztában vagyok vele, hogy a Szlovákiában a felvidéken élő magyarok, azok törvénytisztelő szlovák polgárként mindig is egyenrangú partnerei akartak és akarnak ma is lenni egy erős szlovák nemzethez. A partnerséghez azonban megbecsülés kell, és akit megbecsülnek, annak azt gondolom, a mindenkori politikai érdekektől függetlenül mindig tisztelni kell őshonos nyelvét, őshonos jelképeit és őshonos hagyományait. Így azt kell, hogy mondjam, akkor, amikor önök kiállnak az anyanyelvükért, amikor kiállnak a jelképeikért, amikor kiállnak a hagyományaikért, akkor önöknek igazuk van. Mert Európában ez a természetes. Európában bármely országban, bármely nemzetiséghez tartozó ember bátran gyakorolhatja anyanyelvét, és tanulhat is a saját nyelvén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a jog, ez Európában természetes. Ez Európa igazsága, így az önöké is. És az önök igazát ugyan gáncsolhatják, de higgyék el, addig, amíg Európában vagyunk, ezt az igazságot önöktől nem veteti el, és hosszú távon nem is vitathatja el senki. Az önök harca és küzdelme győzelemre van ítélve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar nemzet
az egy erős nemzet, és egy erős nemzethez tartozás természetesen mindig felelősség is. Ez számunkra, az anyaországban élő magyarok számára azt jelenti, hogy bárhol is éljen, a világ bármely szegletében, nekünk tudnunk kell, hogy mindig minden magyar felelős minden magyarért. A mi esetünkben ez a felelősség azt jelenti, hogy pártom, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és az általa támogatott kormányzat odafigyel a felvidéken élő magyar közösségre. A mi felelősségünk abban áll, hogy az itteni magyar közösséget és annak legitim képviselői által megfogalmazott demokratikus célokat és követeléseket minden lehetséges módon támogassuk. Az MKP pedig az a politikai erő, amely mindig is kiállt a felvidéki magyarok ügye mellett. De az MKP nem csak egy politikai erő, hanem az a politikai erő, amely most már 15 éve bizonyított. És igen, legyenek büszkék ezekre az eredményekre, tisztelt hölgyeim és uraim. Legyenek büszkék arra, amit itt előtte ebben a kisfilmben is láthattunk, mert igen, az önök eredménye az, hogy Komáromban létrejött a Selye János Magyar Egyetem, az önök eredménye az, hogy közösen meg tudtuk nyitni Párkány és Esztergom között és újjáépíteni a Mária Valéria hidat, és önöknek, az MKP-nak jelentős szerepe volt abban, hogy 2004-ben Szlovákia az Európai Unió tagjává válhatott. A 2010-es önkormányzati választásokon, tudjuk jól, az MKP szerencsére komoly sikert ért el. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az önkormányzati munka minden politikai közösség, minden politikai erő számára, mert ez hozza létre azt a biztos alapot, amire egyébként egy sikeres országos politika is épülhet. Az én pártom, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kétszer is, 1994-ben és 2006-ban is egy sikeres önkormányzati szerepléssel vetette meg a későbbi építkezés, majd a későbbi sikeres kormányzati szerepvállalás alapjait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Biztos vagyok benne, hogy komoly és kitartó munkával az MKP is képes lesz visszakerülni a következő választásokon a pozsonyi parlamentben. Fontos ezért, hogy önök továbbra is kitartóak maradjanak. Fontos, hogy érjék el, minél több felvidéki magyar aktívan részt vegyen saját ügyei intézésében, kiálljon a közösség érdekeiért, és részt vegyen a választásokon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sokan óvtak engem attól, hogy beszéljek arról, hogy hát természetesen az MKP nem minden szempontból azokat az időket éli, amikor nincsenek a felvidéki magyarságon belül különféle viták. Nem gondolom, és nem is tisztem az, hogy ezeket a vitákat minősítsem, vagy pláne ezekbe beleszóljak. De hadd mondjam el önöknek, én a magam részéről úgy gondolkodom erről, hogy az egyszeri magyar viccben gondolkodnak, amikor a sekrestyés hiányolva a persejben lévő pénzt az úrhoz fordul segítségért, és onnan csak egy bölcs tanácsot kap. Tedd vissza, fiam! Bárki! Bárki, aki az összefogást kéri számon önökön, én azt javaslom, hogy annak csak annyit mondjanak, összefogás létrejön, ha mindenki visszateszi, amit vissza kell tenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ugyanakkor én természetesen nem egyszerűen csak egy magyarországi politikusként, hanem egy párt képviselőjeként, frakcióvezetőjeként állok itt önök előtt. Egy olyan párt képviselőjeként, amely szintén hosszú évtizedek alatt sok változáson ment keresztül, de amely megalakulása óta kezdettől fogva mindig és minden körülmények között magáénak érezte a magyarság ügyét. És azt kell, hogy mondjam önöknek, most büszkén állok itt önök előtt, mert egy komoly eredményt értünk el hosszú évtizedek után, hiszen a következő 2014-ben tartandó magyarországi országgyűlési választásokon nem az ország, hanem a nemzet fog választani. És ezen a választáson nem csak az lesz a tét, hogy Magyarországot kikormányozza a következő 4 évben, így dönteni fogunk arról is, hogy a jövőben is lesz a beleszólása az egész magyarságnak a nemzet jövőjébe. Mi ebben hittünk, ezért dolgoztunk, és elértük. Én innen is külön szeretném köszönteni azokat a felvidéki magyarokat, akik a jelenleg érvényben lévő szlovákiai szankciók ellenére is felvették a magyar állampolgárságot. Én biztos vagyok benne, hogy igazuk volt, és remélem, hogy ők a jövő évi magyarországi országgyűlési választásokon is gyakorolni fogják az állampolgársággal együtt biztosított szavazati jogokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim!
Én azzal az üzenettel jöttem ma ide, hogy az összetartozás, az egymásért való felelősségvállalás, a támogatás és a partnerség üzenetét hozzam el önöknek. Orbán Viktor miniszterelnök úr és pártelnök úr nevében is azt kívánom, hogy továbbra is bátran és remélhetőleg sikerrel képviseljék a magyar érdekeket a Felvidéken és Szlovákiában. Abban biztosak lehetnek, hogy mi ebben a küzdelemben szilárd és elkötelezett támogatásunkról biztosítjuk önöket mindig és mindenkor. És ami pedig a 15 esztendőt illeti, hadd mondjam azt, hogy így körülnézek ebben a teremben, és már én is, önök is sokan vagyunk, akik nagyon jól tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig a kamaszkor után jönnek a legszebb évek. Most ezekhez az eljövendő szép évekhez kívánok Berényi József elnök úrnak és önöknek sok sikert. Köszönöm.